A Kortárs Magyar Galéria Alapítványának szervezésében február 1-én csütörtökön 18 órától képzőművészeti kiállítást nyitnak meg a Vermes villában. A tárlatnyitó apropója a Kortárs Magyar Galéria megalapításának 30. évfordulója. A kiállítás kurátora Szakál Mária festőművész. A rendezvényen köszöntőt mond Szilágyi Péter nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár és Hájos Zoltán Dunaszerdahely polgármestere. A Városi Művelődési Központ színházterme február 2-án pénteken 18 órai kezdettel stand-up comedy est helyszíne lesz. Az érdeklődők Orosz Gyuri Kérdez Felelek című önálló estjét láthatják. A humorista szerint a kérdésekkel soha nincs gond, a válaszokkal viszont annál inkább. Vélekedése szerint nem mindenki alkalmas arra, hogy válaszokat fogalmazzon meg. Ezen az előadáson a közönség is kérdezhet, ő pedig bármire válaszol. A DAC labdarúgó csapata február 3-án játssza utolsó téli előkészületi mérkőzését a tavaszi bajnoki rajt előtt. A Niké Liga 5. helyén telelő dunaszerdahelyiek ellenfele ezen a szombati napon az FC Zlín együttese lesz. A csehországi csapat az őszi idény után az élvonalbeli bajnokság utolsó előtti 15. helyén szerénykedik. A meccs 13 órakor kezdődik, helyszíne a MOL Akadémia lesz.